Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Rádió Café, és azon belül is a hét mesterlövésze, Puzsér Robert és Farkas Attila Márton a mikrofonok mögött. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket a húsvét alkalmából elsőrendűen. Kellemes húsvét ünnepeket mindenkinek. Tulajdonképpen az érdekesség adódott, hogy most holokauszt filmekről fogunk beszélni, amit nem a húsvét alkalmával, mert kerüljük az ilyen blaszfémiákat. Egyszerűen így jött ki, második világháborús filmekről beszéltünk a múlt héten, ez tulajdonképpen ennek a folytatása. Így gondolkodtunk azon, hogy húsvéti filmről beszéljünk-e húsvét alkalmával, és igazából egyikünk sem látott jó húsvéti filmet, ha csak, vagy húsvétről szóló filmet, vagy ha csak mondjuk az olyan vígjátékokat, mint a Belmondo féle kellemes húsvéti ünnepeket ide nem számítjuk, de hát ott a téma természetesen nem húsvét, hanem egészen más. Meg aztán vannak a Krisztus filmek, de azokkal meg már foglalkoztunk dögivel. De azok meg nem azok sem kifejezetten húsvét. Ja, hát mondjuk feltámadás. Igen. Hát igen. Szóval vannak húsvéti filmek, csak az a baj, hogy azokkal meg már foglalkoztunk egy csomó ízben. Tehát egy több Krisztus film is bekerült már a tematikába. Viszont közben meg itt van a holokauszt világnap, igaz? Igen, emléknap. Igen. Nem, ez Magyarországon. Igen. Április, persze, a sárga csillag viselése. Aha. Szóval, hogy erre hivatkozva fogunk most a holokauszt filmekről beszélni, nem feltétlenül a legnépszerűbb holokauszt filmekről, vagy a legismertebbekről, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy a mi általunk legfontosabbaknak ítéltekről. Tekintettel a dolognak a filmtörténeti jelentőségére, és tekintettel a dolognak a hazai aktualitásaira egyaránt. Tehát kiválasztottunk 4 filmet, de egyéb filmekre is majd kitekintünk a holokauszt témakörében. Szóval, hogyha valaki ehhez a meglehetősen vitatott témához hozzá kívánna szólni, akkor a 0629986986-os SMS számon várjuk a hozzászólásokat, mindazokat, amelyek ebben a témában érdekesek lehetnek. Szóval az első film, amiről beszélni fogunk, az a legismertebb, legnépszerűbb és a legelismertebb holokauszt témájú film. És ez pedig a Schindler listája. Ez a Schindler listája a Spielbergtől. Én azt gondolom, hogy egy kiváló filmről van szó, bár én a Spielberggel kapcsolatban nem nagyon szoktam az elragadtatás hangján szólni, de ebben az esetben ez a Thomas Kennedy regényéből született film, ez valóban kiváló. Hát egyrészt elsősorban szerintem azért, mert Spielberg nagyon-nagyon sokáig, jóformán 25-30 éven keresztül szívta magát, hogy ő ezt a filmet megrendezi. Hát hogy ő neki tulajdonképpen egészen kicsi korától kezdve, nyilván a származása folytán a személyes érintettségéből fakadóan is, ez egy személyes ambíciója volt, hogy ezt a filmet megrendezze, és több ízben volt lehetősége arra, hogy megrendezze ezt a filmet, és ő maga passzolta le jó pár ízben, hogy ezt a filmet megrendezze. Mert úgy ítélte, hogy ő még nem érett eléggé, nem eléggé érett rendező ahhoz, és inkább helyette megrendezte a Cápát, vagy mit tudom én. Tehát, hogy így, vagy megrendezte az It-it, vagy nem tudom. Tehát, és harmadik típusú találkozás. Igen. És még nem, mert úgy ítélte, hogy még nincs készen erre a filmre. És egyszerűen olyan nagyon-nagyon-nagyon sokáig rakódott le ő benne ezzel a filmmel kapcsolatos ambíció, egyrészt, másrészt pedig azért egy tehetséges rendezőről van szó, nem győzöm hangsúlyozni, hogy Spielberget egy tehetséges, ám de rossz ízlésű rendezőnek tartom. Jellegzetes hollywoodi alkotó. Igen, és sőt, hát ő maga Hollywood, nem lehetne azt, tehát inkább azt mondanám, hogy Hollywood egy jellegzetesen spielbergi hely. Inkább így fogalmazni. Tehát, volt azért Hollywood már 20-as években is. De nem olyan, mint Spielberg idején. Na ja, ez így van. Mondjuk hallatlan előnye a filmnek, hogy fekete-fehér. Ez egy pozitívum. Én egyébként a tanult kollégámnak az elragadtatását annyira nem osztom a Schindler listájával kapcsolatban. Itt fogunk majd a későbbiekben olyan filmről is beszélni, amit én sokkal jobbnak tartok a témában. De ha azt mondjuk, hogy Amerika, Hollywood és Spielberg, akkor mondjuk tényleg ez a legjobb. Hát szerintem... Mondjuk egyébként Spielberg egy szó erejéig visszatérve, a Párbaj, ami egy korai filmje, ami szerintem az zseniális alkotás, most a Párbaj után a második legjobb filmje. Igen, és talán igen. Még a harmadik típusú találkozások sem egy rossz film. A többi az szerintem csapni való. A Párbaj az valóban egy kiváló film.
akkor még... Hát akkor ez még egy nem... egzisztencialista film. Az egy nagyon nagy film. Tehát az, akkor még nem volt elrontva Spielberg, azt gondolom. Minden esetre a Schindler listájáról ejtvén szót. Itt egy fekete-fehér filmről van szó, de akkor hogy kerül oda a kis piros kabátos kislány? Na ez az, amiről késhegyünk mennyien szoktunk vitatkozni. Ugyebár te ezt egy ritka ízléstelenségnek tartod. Én ezt egy förtelmes ízléstelenségnek tartom. Tekintettel arra, hogy... Nyilvánvaló a jelentése, tehát van egy piros kabátos kislány benne, akit aztán a hullahegybe kiás, amikor kiássák a meggyilkoltaknak a holttesteit, akkor látjuk a kis piros kabátkát a sok fekete-fehér összemosódó figura között. Nyilvánvaló, hogy ennek van egy ilyen didaktikai szempontból egy ilyen oktató jellegű, hogy is mondjam, jelentéstartalma, üzenete, hogy ezeknek az embereknek, akik arccal a hullák, a hullahegyen belül, ezeknek volt valami emberi arcuk, és a piros kiskabátka az azt jelképezi, hogy ez az a kislány, akit ott látunk, akkor megjelöli a piros kabáttal, így van. Igen. Csak én meg úgy vagyok ezzel, amit szoktam emlegetni, hogy a rendező az egy isten, ugyebár a film istene. Tehát a filmen belül a rendező azt csinál, amit akar. Tehát bármi megtörténhet. Igazából korlátlan a hatalma a celluloid szalagon. És ezt jóra is lehet használni, és rosszra is lehet használni. És itt szerintem a rendező nem él ezzel a lehetőséggel, hanem visszaél. És szerintem ez nem ízléses módja annak, hogy ezt megmutassa. Egyébként miért? Mert Spielberg azt mondta, hogy a Schindler listája azért fekete-fehér, mert nekünk nincsen jogunk ezt a filmet színesben látni, mert nekünk ez történelem. Ő ezt mondta. Tulajdonképpen a dokumentumfilmekre. Hát igen. Ugye azokra a megkopott dokumentumfilmekre akart az egész utalni, hajazni, amiben ugye látjuk, hogy az amerikai katonák kiássák a felszabadított koncentrációs tábor. Na, ez nem is kiássák, bocsánat, azok ott vannak eltemetetlenül. Ismeretes ez a Buchenwald felszabadítása, amiben egyébként a Hitchcock is dolgozott, mint azt hiszem, nem is tudom, valami segédoperatőr, vagy ilyesmi, egy híres film, dokumentumfilm, tehát Buchenwald felszabadítása, és hát ő erre akart hajazni a fekete-fehérrel. Sikerült dolog ez. A fekete-fehér, tehát nincs ebbe valami kis pozőrség, vagy hasonló? Nem tudom, de erős. Hát erős. Persze. Nem tudom, de működik. Szerintem ez a film, ez tel is tele van olyan jelenetekkel. Jóformán egytől egyig olyan jelenetek vannak benne, amelyek felejthetetlenül beégnek az embernek a tudatába. Például, ahogyan gépelik a neveket, és az írógépnek a karjai kopognak, és egyenként ütnek bele a kamerába, az is annyira erős, annyira erőteljesen kifejezi azt a népírtó gépezetet, ami működött az SS-nek a felügyelete alatt. Már önmagában, ahogyan a neveket, meg ahogyan a személyazonosságokat, meg ezeket az összeírásokat kezelték, ott van benne az a mély embertelenség, amely a holokausztot jellemezte. Eleve a kartoték, mint műfaj, ugye? Tehát abba benne van ez az egész dolog. Szívünk még vágyat érlel, nem kartoték adat, írta József Attila. De nem akartam idézni, mert olcsó dolognak tartottam volna. Mintha csak egy kis piros kabátka lenne rajtad egy fekete-fehér filmben. Rengeteg idegesítő dolog van ebben a filmben, ami miatt tényleg szemrehányást tudnék tenni Spielbernek. Egyik szavunkat a másikban öltsük. De ennek ellenére annyi az erős jelenet benne, és annyira, akkora ütőereje van a jeleneteknek, akkora súlya van a jeleneteknek, hogy mégsem lehet ezt a filmet egy nem tudja, egy rossz vagy közepes filmnek tekinteni. Tehát egyszerűen olyan erős jelenetek tömkelege egymást követően, és olyan erős dialógusok vannak benne, és olyan erősek a játékok, és szerintem a legnagyobb ereje a filmnek az, hogy teljesen új, akkor ismeretlen szereplőket emelt be a főszerepekbe a Spielberg. Tehát ott volt Liam Neeson, aki gyakorlatilag akkor került fel Hollywood térképére, Ralph Fiennes, aki akkor került fel Hollywood térképére, és a nagyon keveset foglalkoztatott, bár ismert, de meglehetősen bélistázott Ben Kingsley. Na most itt a három zseniális színészről van szó. Tehát három nem egyszerűen csak jó színészről van szó, hanem három brilliáns színészről van szó. Ben Kingsley az egyik legnagyobb színész a filmvásznon valaha. Ralph Fiennes az széles körben elismert zseni, és Liam Neeson pedig az én egyik személyes kedvencem, most, hogyha ez jelent egyáltalán valamit. És ettől szerintem már önmagában hatalmas ereje volt, hogy nem olyan színészek játszottak, akiket így már láttunk, már ismertünk valahonnan, hanem itt tényleg, nem tényleg megvolt az az élményed, hogy Schindlert látod, Amon Göttöt látod, vagy Itzhak Sternt látod, mert
mert nem láttad még soha, tehát hogy ezek a figurák, ezek teljesen újak voltak a számodra, és szerintem ez szerepet játszhatott például a Keresztapának a sikerében is, hogy a akkor még teljesen ismeretlen Al Pacino, és az a Marlon Brando, akit egyáltalán nem lehetett felismerni, mert nem tudom, papírzsebkendőt rakott a szájába, vagy vattát rakott diót, a szájába. Úgy tudom, diót. Vagy diót rakott a szájába, tehát hogy ezeket a figurákat akkor láttuk először. Ki ez a Michael Corleone? Ki ez? Hát ez Michael Corleone, az meg az apja Vito Corleone, hát sose láthattad őket ezelőtt, és ez egy másfajta élményt eredményez. És ezek a játékok egyszerűen annyira erősek, tehát hogy egyszerűen hibátlanok a játékok, hibátlan a fényképezés, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a dialógusok, ahogy meg vannak írva, tehát a maga a forgatókönyv, a zene, a John Williams az frenetikus, tehát hogy így egyszerűen nagyon-nagyon erős együttállás a Schindler listája, azt azért meg lehet mondani. Hát az biztos, hogy a náci az zseniálisan kivon benne tovább. Tehát, hogy az a tompa arc, hogy a végén fölakasszák a ruszkik, és ki kell alulra rugdosni a széket. És ott van egy kis áthallás, és mint megpróbálta agyonlőni a rabbit, és nem sikerült, és ugyanúgy sikerült. Nem nagyon tudják kirugdosni alul a széket. Igen, igen, így van, tehát visszatér az a motivum is, de ahogy mondja ott, hogy Hey Hitler, azon az eltompult hangon. Tehát mindenféle ilyen hősi pátosz nélkül, de az amikor a fanatizmus és az a totális lelki üresség és megfásultság összekeveredik a kivégzési jelenetbe, nekem az például nagyon tetszett. De szerintem a szuperlatívuszaid után, akkor menjünk a kényesebb részekre. Göthöz hadd tegyem azt hozzá. Az milyen pillanat, amikor azt mondja Helen Hirschnek, amikor kiválasztja, hogy ne jöjjön közel, vigyázzon, elkapja a náthámat, miután egy pont olyan zsidót, mint Helen Hirsch előtt agyon. Tehát, hogy vigyázzon, elkapja a náthámat. Tehát, de ezek a finom cinizmusok, ezek annyira fontosak. Szerinted ezek a cinizmus volt? Mélységes cinizmus volt. Vagy nem inkább a nácik egy részére jellemző abszurd logika? Vagy a teljes szereptévesztés? Abszurd logika. Tehát ugyanaz, van egy nagyon híres auschwitzi fotó, megérkezik egy transport, azt hiszem magyar transport éppen, és egy SS-tiszt széket hozott az egyik zsidó öregasszonynak. Ott a rámpám. Ez egy nagyon híres eredeti fotó. És mi ennek a logika? Elemezd már nekem ezt a logikát, légy szíves, hogy értsem. Abszurd logika, tehát a népirtás egy dolog, de megvannak azok a... Gentleman agreement? Majdnem, tehát a katonatiszt, a német katonatiszthez méltó viselkedési minták. És ennek a kettőnek az együttléte egy totális abszurditást eredményez. Érdekes náci ez a Schindler, mert hogy ő a náci párt tagja, de közben meg valahol semmi köze nincsen ehhez a mélységesen kispolgári csürhéhez, ami az SS, meg úgy általában a náci pártnak a prominensei. Ő egy arisztokratikus karrierista. Igen. Egy jellegzetes karrierista, de ha mondjuk a magyar szót használunk, ez a gentroid. Ilyen gentroid vonásai vannak, tehát ez az ivós, mulatós, jó, annyira de ugyanakkor viszont elegáns és stílusos. Hát miért a gentrik nem azok? De úgy, ahogy az ujja köré csavarja az egész SS-t. Tehát, hogy így igazából nem arisztokrata, de nagypolgár. Nagypolgár, és ezekkel a kispolgárokkal úgy bánik el, ahogy akar, pontosan azért, mert megvásárolja őket egy Dom Perignon pesgőjért. Tehát kilóra. És ahogyan kártyán elnyeri a Helen Hirsch például. Tehát, és kezdetben nincs nekem semmi köze az egészhez. Tehát ő csak egy jó bizniszt lát. Persze. Lát az de hát ez igazából az ő megváltás története bizonyos értelemben. Tehát, hogy így valahogy az ha ő... már húsvét van, ugye? Igen, az ő jelleme csak valahogy... Csak belecsempészed a vallásos hát, valahogy, mondani valót. Valahogy átfordul az ő jelleme. Valamiféle jellemfejlődés megfigyelhető. És a végére pedig, hát ugyebár a szentek sorába emelkedik. Hát az egy... Szimbolikus értelemben hát természetesen. A zsidók számára, vagy hát nem tudom, a Yad Vashem intézet számára ez még csak nem is szimbolikus. Ja, értem. Nekik valódi szentjük Schindler. Aha. Mint mondjuk Wallenberg. Aha. Tehát, hogy az nem kérdéses. Tehát egyébként... Akkor a holokauszt történetet vallásként apostrofáljuk. Hát van egy ilyen színezete. Ez kár lenne tagadni. Szóval beszéljünk az árnyoldalakról. Mert vannak bőven. Na, éppen tőled szeretném hallani. Akkor kezdem, én folytatod, te és így tovább. Jó. Az én számomra árnyoldal például... A legvége a filmnek. Jaj, előtted, ezt akartam mondani. De én nem arra a végére gondolok, amikor a sírós rész van, hanem a leges legvégén van egy véralgebra.
ahol a rendező, vagy narrátor, vagy nevezd, ahogy akarod, kiírja a képernyőre, már a legeslegvégén a filmnek, hogy a Schindler zsidók leszármazottainak a száma ennyi és ennyi, ehhez képest ennyi és ennyi zsidó él ma Lengyelországban. És ezt a kettőt, ezt összehasonlítjuk, és látjuk, hogy a Schindler zsidók leszármazottainak a száma nagyobb, mint ahány zsidó él ma Lengyelországban. Ebből következően Schindler nyert. Legyőzte a nácikat, és akkor ez a kalkuláció, ez a gyalázatos matematika. Jó, de ezzel azt akarja kifejezni, hogyha több Schindler lenne, több zsidó maradt volna meg Lengyelországban. Ez egy happy end. Ez a véralgebra, a filmnek a végén egy kötelező happy end, tehát kell a happy end minden hollywoodi filmbe. Spielberg tudja ezt, hogy a végén le kell venni a vállunkról a terhet, és ezzel leveszi a vállunkról a terhet, hogy Schindler győzött. És szerintem ez nem ízléses. És nem kéne kalkulációt végezni a végén. Tehát nem kéne osztani, szorozni, és a végén levonni a számbeli következtetéseket a filmnek a végén. Barom érdekes, hogy nekem ez nem így jött le. Nekem nem így jött le, hanem úgy, ahogy az előbb mondtam, viszont meggyőztél. Így van, így van. Olyasmi ez, mint a Pearl Harbor című film végén, ugye, ami az amerikaiaknak egy nagy csapás volt, ott a japánok jól elkenték a szájukat, de be kellett a végére tenni, hogy azért csinálnak egy ilyen bombázós akciót, még a háború előtt is. Érted? Tehát, hogy kell sikersztori, ebbe egyébként lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy igazad van. Én nem gondoltam rá, de ismervén az amerikai filmeket és ezeket a sablonokat több mint valószínű. Nem is benne egy árnyoldalt. A végét. A végét, ami viszont neked tetszett, mert te szentimentális vagy. Hát én nekem nagyon nem ment ez a síros vége. Nagyon-nagyon nem jött be. Pontosabban, ami nem ment, nagyon nem vettem be. Tehát amikor a jelvényét mutogatja, hogy még ezen két embert meg lehetne menteni, nekem ez nagyon-nagyon olyan gányos, nyálas, hallgúdias. Nem hiszel abban, hogy a végén. De akkor is filmen nem szeretem az ilyeneket. Én a szikár filmeket szeretem, nem a ténnyel van, gondolom, el tudom képzelni, hogy ez így volt. Csak nem nézed szívesen. Nem ám. Ebben már nem hiszek. Na nekem hogy ez a bajom. Hogy ő szabotőr lett volna. Hogy a végén még a haditermelést, ami tulajdonképpen csak egy álca volt a haditermelés arra, hogy zsidókat menekítsen, és akkor ezt ő még felhasználja arra, hogy elszabotálja a német hadigépezetet. Ez már az amerikai partizán filmek. A szovjet partizán filmek helyére csúszott amerikai partizán filmek. Az a baj, hogy ez hazugság, és ráadásul ízléstelen hazugság, mert ezzel... Schindler, mint partizán. És nem csak azért ízléstelen, de ezzel ő a munkásainak az életét veszélyeztette. Tehát az, hogy ő pocsék lőszereket termel, azzal kockáztatja azt, hogy bezárják az üzemet. Tehát, hogy még illogikus is. Igen, és akkor ezen felül viszont meg kell vesztegetnie azokat a parancsnokságokat, amelyek felelősek lennének azért, hogy bezárassa az üzemet, amiből újabb zsidó életeket vásárolhatna meg, csak normális lőszereket kéne gyártani. Tehát, hogy ő egyáltalán azt gondolta, hogy majd az ő lőszerein fog múlni, hogy győz a háború vagy sem, amikor már ez az egész beszélgetés 1945-nek a telén zajlott, amikor már réges-régen kétfrontos háború volt, már réges régen nem, már közeledett a ruszkik. Igen, tehát hogy így egyáltalán nem hiszek ebben az egész beszélgetésben, ami itt elhangzott. Ízléstelen és hazug. Persze ez nem vol le. A filmnek ez nyilván a regényből jöhet, nem? Vagy hát a Spielberg találta ki? Lehetséges, de nem veszem meg. Nem veszem meg. Ami viszont milyen erős jelenet már, amikor a Sternt keresi a pályaudvaron, és mondja annak a németnek, aki nem hajlandó segíteni neki keresni, mert hogy Stern rajta van a listán, hogy felírja a nevét, és mondja, hogy annyi bizonyos uraim, hogy a jövő hónapban már Dél-Oroszországban teljesítenek szolgálatot, és akkor így elkezd kiabálni a Stern, és akkor felsorakoznak mellé, és kiabálják ők is, de az ütem, azt így direkt visszapörgettem, és megnéztem újra, ahogyan megjelennek, az végtelenül profi, és végtelenül erős, és amikor a Stern magát hibáztatja, hogy bocsánatot kérek, Herr Direktor, majdnem elvitték Auschwitzba, és magát hibáztatja, hogy Herr Direktor, bocsánatot kérek, amiért hát nem hoztam magammal a papíromat, hát hogy lehettem ilyen ostob, és mondja, hogy és mi van, hogyha 5 perccel később érek ide? Mihez kezdenék most? És én emlékszem, hogy gyerekkoromban nekem az óvónő, meg az iskolai tanárnő, meg nem tudom, hányszor hangzott el az, hogy úristen, ha valami történik veled, mit mondok anyádnak? Tehát, hogy engem ezzel akar meghatni? Hogyha esetleg meghalok, vagy esetleg megnyomorodom, akkor ő mit mond az anyámnak? Tehát, és komolyan elvárja, hogy én együtt érezek ővel egy ilyen helyzetben? Szóval tök abszurd ez az egész. Világos. Mi a véleményed a latrinába bujkáló gyerekekről? Hát az szerintem erős.
Erős? Szerintem erős. Szerintem erős, és el is képzelem, hogy így történt. Aha, aha. Az simán a gyerekek tudták szerinted, hogy hova viszik őket, vagy egyszerűen csak a veszélyérzet? Működött bennük. Hát attól függ, hogy láttak-e már olyat, hogy valaki statáriálisan nagyon lőnek mondjuk, vagy attól függ, hogy mit mondtak nekik a szüleik. Tehát, hogy ezek mind ezen múlnak. Én úgy gondolom ezt. Sosem rúgsz be. Ez önuralomra van. Az önuralom erő. Igen, erő. Lehet, hogy ezért félnek tőlünk. Hatalmunk van ölni, azért félnek tőlünk. Azért félnek, mert korlátlan hatalmunk van ölni. Ha valaki bűnt követel magára vessen, mi megöletjük és jól érezzük magunkat. És ha mi magunk öljük meg, az még kellemesebb. Csak hogy ez korán sem erő, igazságszolgáltatás. És ez más, mint az erő. Mert az erő az, ha valóban indokolt lenne, hogy öljünk, de nem tesszük meg. Tényleg így gondolod? A nagy uralkodók ilyenek voltak. A tolvajt a császár elé vezették, az a földre vetette magát előtte, és bocsánatért esedezett. Hisz tudta, hogy halál vár rá. Ám a császár megbocsájtott neki, és azt a hitványt szabadon engedte. Szerintem most részeg vagy. Ez az erő, Ámon. Csak is ez az erő. Ámon a jóságos. Megbocsájtok neked? Erős mindenképpen. Na, osztályzunk? Osztályzunk, csak előtte felolvasok pár SMS-t. Uh-huh. Azt írja az SMS író, hogy Eperjes versenyben volt Götz szerepére. Úristen, hol lenne most az Eperjes, hogyha ő ezt a szerepet megkapja? Ő lenne Hollywood hercege, képzeljük csak el. Ez egy nyál, egy vicc sajnos. Még jó színészekkel sem működik. Tipikus amerikai, ami nálunk működik, megható. Itt pedig nyál. Szerintem arról van szó, hogy Spielbergben nincs meg az európai érzés, ami bizonyos dolgok megértéséhez, helyes átérzéséhez kell. Nagyon kevés nem európai képes rá. Üdv egy szintén Al Pacino mániákus. Hát Spielberget illetően én hajlok erre a véleményre. A szék nem az áldozatok megtévesztésére szolgált, amit említettél. Hogy kirúgták a széket alatt? Nem, hanem hogy leültették az öreg anyót. Ja, hát az ilyenem vita van, nem tudom, hát nem, nyilván nem voltunk ott, lehet ezen gondolkodni. Szerintem inkább az abszurd gondolkodás, vagy az egésznek az abszurditása. Én inkább hajlok erre, de fene tudja. Erősség, írja az SMS író, a brutális, váratlan, dokuszerű kivégzések, a látványos tömegjelenetek, ez igaz. Nem olcsó ezt idézni, inkább nem idézni, snob. Nem tudom, hogy mire gondol a kedves SMS író, és itt van még egy SMS. No, ne mondjad már a Fridládára, hogy csapnivaló, mert kénytelen leszek snobizmussal vádolni az urakat. És egyet kell, hogy értsünk az SMS íróval. A Fridláda eszembe se jutott. Hát igen, pedig az is Spielberg. Szóval osztályozzunk. Na? Hát én azt mondanám erre a filmre, hogy 8-as, minden hibája ellenére. 7-es. Ez a hét mesterlövésze, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton a stúdióban. 0629986986 az SMS számunk. Ez egy holokauszt külön szám, a holokauszt magyarországi emléknapjára való hivatkozással, és azokról a filmekről fogunk ma beszélni, amelyek a mi számunkra érdekes és fontos holokauszt filmek. Egy mi szerintünk 7 és feles filmmel kezdtünk, a Schindler listájával. Vagy nem, olyanokról is, ami nem. Igen. Olyanokról, ami fontos, aktuális, megemlékezésre méltó, avagy sem. Ilyen filmekről lesz most. Így van, és most pedig egy egészen különleges filmcsemegével fogjuk folytatni, és ez pedig Joseph Losey Klein úr című filmje. Nem láttátok, és nem is nagyon láthattátok, mert egy teljesen ismeretlen filmről van szó. Főszereplő Alain Delon, aki cseppet sem ismeretlen. De ebben a filmben egy egészen érdekes szerepet játszik. Én nagyon szeretem Alain Delont. Én is szeretem, csak fura őt látni egy holokauszt témájú filmben. Igen, de ez nem egy klasszikus holokauszt film, mert inkább szól Klein úrról, mint a holokausztról. Azt kell tudnunk Klein úrról, hogy Klein úr egy párizsi nagypolgár. Egy igazi nagypolgár, még Oscar Schindlernél is nagypolgárabb. Egyébként Alain Delon saját magát játsza, illetve azokat a figurákat játsza ebbe a filmbe, amit szokott úgy egyébként sok filmébe. Itt például egy műgyűjtőt játszik. Kicsit ilyen kalandor szellemiségű, hideg, anyagias, de ugyanakkor nagyvonalú, szeretőket tartó műgyűjtőt. Hát nagyvonalú kis dolgokban, nagy dolgokban viszont kis stílű. Ezt lehet róla elmondani, és nem véletlenül tetszert akkora vagyonra, amekkora vagyonra. Ő egy igazi nagypolgár. Már-már arisztokratikus manírokkal felfegyverkezve,
És érdekes módon, amikor jön ez a bizonyos holokauszt, akkor a sors kiszámíthatatlansága révén, vagy inkább a francia rendőrségnek a hanyagsága révén, ő is bekerül valahogy abba a bizonyos, rákerül valahogy arra a bizonyos listára, amelyen az összeírások folynak. Mert, hogy ő katolikus, ám de van egy zsidó származású Klein, aki őt valahogy gyanúba keverte. Robert Klein. Egyébként, két Robert Klein igen, van. Igen, van egy másik Robert Klein, és azzal őt vagy összetévesztették, vagy az a másik Robert Klein őt valahogy gyanúba keverte. Nem tudni teljesen, nem tudni teljesen, és az adja a filmnek ezt a különös atmoszféráját. Erről pont beszéltünk, hogy ilyen nagyon mély rétegeket mozgat meg az emberbe, tehát ilyen spirituális rétegeket. Tulajdonképpen a film egy ilyen kétfedelű dobozka, vagy ládika. Az egyik az teljesen nyilvánvaló, ez a film egy parabola, egy példázat, egy példabeszéd, arról szól, hogy bármelyikünk lehet zsidó, és elvihetnek a francba. Mert tehát, hogy ugye már ez történik Robert Kleinnel is. Van. De ez a filmnek a morális szintje. Ugyanakkor van egy ilyen mélyebb, transzcendens, nem is transzcendensnek mondanám, rossz kifejezés, egy ilyen metafizikai szintje az egésznek, és ez pedig az ember árnyéka, vagy árnyék lelke. Az egész film alatt végig nem látjuk a film másik főszereplőjét. Tehát ez a bizony zsidó Robert Klein, ez nem tűnik fel. Ez egyszer se tűnik fel, és elkezdi keresni őt Alendalon, és elkezdi vele a kapcsolatot keresni, és amikor már majdnem találkoznának, akkor elviszik, mert a barátja följelenti azt a másik Robert Klein. De aztán nem ezt is látjuk, elviszik. És aztán őt is elviszik, így van. Nem, egyébként én a filmnek a konkrét politikai tanulságát azt másképp fogalmaznám meg. Te úgy fogalmaztad meg, hogy bármelyikünkből lehet zsidó, tehát bármelyikünk kvázi áldozatna. Igen, most igen. Most a zsidót metaforikusan bevagonírozható. Így van. Én meg inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy nincs olyan, hogy zsidó, hanem olyan van, hogy hatóság, és olyan van, hogy összeírás. Ez hát nincs olyan, hogy te zsidó vagy sem, vagy te áldozat vagy sem. Ez ugyanaz, amit hogy én mondtam, én arról beszélek, hogy ők oldala. mondják van, meg, hogy mi a zsidó és mi nem a zsidó. Így és van. Nincs olyan, hogy te majd magadról azt gondolod, hogy te ez vagy az vagy. Itt arról van szó, hogy van egy hatalmi gépezet, és az megállapítja veled kapcsolatban, hogy te mi vagy. És te neked semmi közöd nincsen a saját személyes identitásodhoz. Ebben te leélhetsz egy komplet életet úgy, hogy te katolikus vagy, de amikor jön az összeírás és a te neved felkerül egy bizonyos listára, akkor te onnantól kezdve zsidó vagy és kész. De ráadásul nem kikeresztelkedett katolikusról van szó, persze, hanem katolikus nem, hát származású figuráról. 14. Lajos óta katolikus. Így van. Ez konkrétan így van, tehát hogy ő vele kapcsolatban a kétség leghalványabb gyanúja sem merülhet fel. Domború íny, enyhén előreugró áll, évelt orszárn, a názolabiális mező normális, az orhát mérsékelten előreugró, vaskos alsóajak. Nem európai fajra utaló jellegzetes előreugró álcsúcs, keskeny homlok, hajzat lazán rögzülő, vékony szálú, síros, fénylő. Külső fül normális, fülcimpa nem nőtt le, a tengely ferde, keskeny szemrés, jellegzetes felső szemhéj, arcbőr sötét. Az arctípus egészében többé-kevésbé sémi fajra utaló, mimikája ezzel szemben nem sémi jellegű. Járjon egy kicsit. A csípő széles, kornak megfelelően laza. Most lábújhegyen kérem. A lábboltozat lesüllyedt, a talp íve elsimult. Felöltözhet. Alulírott név, igazolom, hogy a vizsgált személy, a morfológiai jegyek és a viselkedés egészének alapján feltehetően a sémi fajnak valamelyik néptörzséhez tartozik. Vagy a zsidó, vagy az örmény, vagy az arab néptörzshöz. Aki ami egyébként hülyeség is, mert az örmények azok nem sémiták. De ez most mindegy, tudni kell, hogy ez a filmnek a bevezető jelenete. Még semmi nincs, kiírás sincs, zene sincs, semmi. Ezt a jelenetet látjuk, hogy egy szerencsétlen középkorú nőt vizsgál az orvos, és megállapítja róla, hogy sémita. Aztán kijön ő is, kint találkozik valószínű a férjével, aki hasonló vizsgálaton ment át, és kérdezik egymást, hogy mi történt. Semmi. És veled? Semmi. És utána kezdődik el a film.
ez a jelenet, azt kell tudni, ritka, hogy ez egy francia orvosnál zajlik, ez egy francia orvos volt, ez nem német volt, és akik az összeírásokat végzik, és akik a deportálásokat intézik, ezek mind-mind franciák. Nem a Vichy Franciaországban járunk, hanem a németek által megszállt Párizsban járunk. De a francia rendőrök végig ott ügyködnek. A mindent a franciák végeznek, tehát hogy ezeket a bevagonírozásukat, ezeket az összeírásokat, ezeket a úgynevezett faji vizsgálatokat, ezeket mind-mind-mind a kollaboráns francia hatóságok végzik. Tehát, hogy ez a film, ez konkrétan megjelöli a francia hatóságokat, akik bűnösek voltak a franciaországi holokausztban. Tehát, hogy itt szó nincsen arról, nem is nagyon találkozunk németekkel a film során. Egy kabaré jelenetben egy német tiszt röhög egy antiszemita poénon. Igen. Ez az összes. Igen, igen. És igen. Távolról látjuk még őt is, igen, de... egyike a mulató közönségnek. Igen. Tehát, hogy ez a film, ez végig francia közegben zajlik. Az összeírók is franciák, maga Robert Klein is francia. Így van. És hihetetlen finom módon csinálja meg Lózi ezt az egészet. Azt látjuk, hogy megy a filmnek a fővonal, a történet maga, tehát az Alain Delonnak ez az érdekes, furcsa, ilyen labirintusba való bolyongása, és mögötte mindig van egy ilyen kicsit ilyen horrorfilmekre emlékeztető ilyen kísérteties zenére egy-egy jelenet, ahol csak annyit látunk, hogy valakik ülnek egy tanácsterembe egy asztalnál, és valamiben megállapodnak. Utána látunk rendőröket az utcán, tehát megszakítja a filmet egy-egy ilyen néma játék. Látunk rendőröket az utcán, akik valami kordonokat állítanak fel, tehát valami borzalom készül a háttérbe, valakik valamit terveznek, és nem tudjuk, hogy mit, és közben megmegy az élet, megy a csencselés, meg mennek a kabaréba. Van egyébként egy rendkívüli visszataszító jelenet a filmben, de most a visszataszítót nem olyan értelemben értem, hogy filmileg, zseniális jelenet. Ez a kabaré jelenet, ugye, ahol az a német tiszt is röhög, egy antiszemita, operaszerű kabaré tréfa, és valami egészen infernális. Na most milyen kispolgári humor. És milyen kispolgári humor, de én ennyire borzalmas filmet még, hát nagyon-nagyon keveset láttam, meg kell, hogy mondjam. Mert ez finom eszközökkel borzaszt. Rá telepszik az emberre. Nincs az egész filmben egyébként nyilvánvaló borzalom. Igen, tehát nincsenek benne kivégzések, fejbelövetések, mint a Schindler listájában. Még a is csak a legvégén van, tehát az utolsó pár kocka, vagy egy-két szerencsétlen Robert Kleinnek akkor jönnek meg a papírjai, tehát akkor jön meg a keresztlevele az anyjának, meg a nagyanyjának, meg az apai nagyszüleinek, amikor már nem tudja átvenni, mert sodorja őt a tömeg, és viszik be az alagút, már vagonírozzák, és már viszik el Auschwitzba. Tehát, hogy egyetértünk abban, hogy ez a film nem jöhetett volna létre, ha nincs Franz Kafka? Hát az biztos. Ha Kafka megéli a második világháborút, az tuti, hogy az valami ilyet. Milyen inspirációt adott volna neki? Igen. Hát főleg, hogy őt is elvitték volna annak rendje és módja szerint, amint azt tudjuk. 600 Lajos arany. 300. Tréfál? Ne, dehogy. Hát akkor inkább megtartom. Ahogy óhajtja. Könnyű üzletet csinálni olyannal, aki kénytelen eladni valamit. Lássa be, hogy én viszont nem vagyok kénytelen venni. Nem vagyok gyűjtő. A képkereskedés foglalkozásom. Legalább tegyen egy reális ajánlatot. 300. Na, ez egy hihetetlen erős. Tudni kell, hogy ez a párbeszéd a filmben szóról szóra ugyanak között a két ember között kétszer zajlik le. Egyszer a film legelején, illetve nem a legelején, mert a legeleje az orvosi vizsgálat, de amikor a tulajdonképpeni történet kezdődik, ugye ő egy képkereskedő, aki egy Vermeert olcsón, féláron vesz meg egy zsidó hitközségi figurától. És lealkudja 300-ra, és ez a párbeszéd ott zajlik le, és ő ugye elégedetten átveszi a képet, és akkor találja meg az a zsidó figura, amikor megy ki az ajtaján a borítékot, hogy ez magának jött, a hitközségtől kapott a Klein úr valamit, és akkor itt kezdődik az egész, és a film legvégén megismétlődik ez a párbeszéd, amikor egy vagomba teszik őket, és ezt a párbeszédet újra elmondják. De amikor zajlik a razzia,
akkor, akkor arra emlékszel, hogy mi a legfontosabb az ő számára, mi a legnagyobb érték az ő számára, amihez mindáról ragaszkodik. Ez, ez a kép, amit féláron szerzett meg. És arra mondja, hogy ez nem kereskedési darab, ez személyes magántulajdon, ezt nem vihetik el. Ebben is van egy kicsit ilyen spirituális, tehát az a kép, az egy, ez egy ilyen sors szimbóluma is az egészben, tehát olyan, mint egy ilyen, ilyen lélektartó, vagy valami hasonló. Tele van egyébként spirituális. De nem ez a sötét kapzsiság ebben, hogy amihez olyan olcsón jutott hozzá, ami olyan nagyon jó vétel volt, ahhoz ragaszkodik a legjobban. Ez biztos, hogy benne van, de szerintem mélyebb ennél. Mélyebb. Tehát ahogy nézegeti azt a képet, mielőtt elvinnék, az egy nagyon hülyeség, hogy megrázó jelenet, de egy nagyon-nagyon furcsa jelenet. Tehát addigra már hasonmását is elviszik és kivégzik, és akkor marad ez a kép, ami szimbóluma az ő sajátos létének, lényének, tehát olyan, mint hogyha a lelket őrizni. Nekem teljesen az jut eszembe, mint a csurungák, meg az amulettek, meg hasonlók a különböző ősi kultúrákban. Milyen értelmetlen ez a nagypolgári felháborodás, amikor az ember zsidónak nézik, és zsidóként semmizik ki a vagyonából. Most pedig megkérlek, hogy légy szíves, emelj panaszt az urak ellen. Magánlak, sértés, betörés és a többi címére. Arról nem is szól, hogy rabolják a drágait. Robert, kérlek, nyugodj meg. Ne csinálj szamárságot. Én? Ide jönnek, elveszik az irataimat, az autómat, a műkincseimet. Megtiltják, hogy vásároljak, hogy eladjak. Nincs mulatóhely, vendéglő, villamos, semmi, semmi. Tilos lett minden. Az urak még azt is megtiltják, hogy betegyem a lábamat egy nyilvános WC-be. És csak azért, mert nem jött meg a nagyanyámról az a rohadt papír. Ne! Ezt nem engedem meg. Ezt nem vihetik el. Ez nem áru, személyes vagyontág, nem eladásra van. Gondolom, megvan a szükséges felhatalmazás a felügyelő úr. Természetesen. Parancsoljon. Próbáljon megértetni Klein úrral, hogy ez nem a személyének szól, és nem is hivatali túlkapás. Rendelet, törvény. Én nem a törvényt vitatom, de a törvény rám nem vonatkozik. És én nem hajtom más helyre állni és fizetni más helyett. Sajnos erről nem tehetek, a prefektúra jelentette az ügyét. De hát én magam jelentkeztem náluk az ügyemmel. Semmi közöm ahhoz a Kleinhez. Ezt még nem igazolta. Egyébként nem ritka eset, s éppen manapság, hogy valaki önként jelentkezik, és így próbál biztonságba jutni. Hogy? Ezt már nem tudom követni, felügyelő úr. Lényegtelen, kérem. Csak úgy általában beszélek. Jöjjön, intézzük el. Ismeri a törvényt, ne kavarjunk felesleges bonyodalmakat. Igaza van. Teljesen olyan, mint a per. De a számból vetted ki a szót? Abszolút Kafka, abszolút. Tuti egyébként, hogy a Lózit inspirálta? Tuti. Hát ez egészen biztos. Tutira. Egyébként ez, hogy valakit lezsidóznak. Származásod acára, ez például a mai Magyarországon megint egy ilyen trendi lett. Tehát szélsőjobboldali honlapokon egy csomó tudottan nem zsidó ember zsidóznak le. Tehát ez barom érdekes. De a köztudott, hogy a zsidózás az alapvetően az embernek a tudatalattiáról szól, és nem a zsidóságról. Tehát az aki éppen amikor valakit lezsidózol, és rávetítesz valamit, ami te benned egy ilyen gyűlölt jelentéstartalom, te benned valami gyűlölt tulajdonság, akkor ez igazából a te gyűlöletednek a forrásairól szól, amit te igazából rávetítesz az illetőre. Jó, persze, igen, így van, Sartre is már megírta, hogy az antiszemitának elsősorban önmagával van baja, és nem a zsidókkal. Ez teljesen világos, de visszatérve Klein úrra, ebben a filmben nincs gyűlölet sem. Tehát nem látunk zsidózást sem. Tehát ilyen harsány zsidózásokat. Tehát itt hivatalnokokat látunk, és hivatali gépezetet menve teljesen ilyen arctalanul és embertelenül. De ettől is különös. A kabari jelenet talán az egyetlen. Benne van az undor. Abban se gyűlölet van, hanem undor. Igen, tehát hogy így igazából egy ilyen karikatúraszerű figurát, azt nagyon könnyű gyűlölni. Vagy nagyon könnyű elpusztítani. Tehát az iránt nem nagyon lehet részvétet érezni. Egy olyan figura iránt, akit egy árja származású francia játszik el egy maszk segítségével. De egy élő zsidó iránt, aki történetesen félti az életét, ahogy félteni bármelyikünk, aki szeretne élni, akit bevagoníroznak és elvisznek, az iránt sokkal könnyebb részvétet érezni, mint egy ilyen karikatúra iránt. Ja, persze, így van. Az a poén egyébként, hogy végiglátja Alain Delon, illetve hát Robert Klein a folyamatot is. Tehát amikor röhög, amikor már minden tilos neki, és karanténba van zárva, az elvitele előtt, amikor már a barátnője is ott hagyja, akkor még röhög egy antiszemita a poénon az újságban, hogy na, ez milyen szellemes, milyen jó, hát igen, és még hozzáteszi, hogy hát ezzel készítik elő a közvéleményt a várható fejleményekre, miközben be van zárva a házába. Igen, de attól is kafkai, hogy sosincsenek kimondva a dolgok.
Tehát, hogy így mindvégig, még az a szó, hogy zsidó, az is a legritkábban van kimondva. Így van, így van. Nem, így én van, nem így az van. Vagyok, akit maguk keresnek. Ettől is kafkai, meg attól is kafkai, hogy a leges legvégéig a folyamatnak ő az igazát próbálja bizonygatni. Tehát pont úgy jár el, ahogy a József K. a perben, tehát hogy József K. nem veszi észre azt, hogy már kész van az ítélet, már gyakorlatilag fenik rá a késeket, és az egész csak egy pernek látszik. Egyébként K. és Klein, és ugye a Klein kicsi, a kis ember, aki bekerül a... Tehát kezdhetünk még ezen is agyalni. Szóval hogy ez mindenféleképpen erős, és hát az mennyire erős, és az mennyire kafkai, hogy Robert Klein aztán szerez hamis iratokat, amikor rájön arra, mert tulajdonképpen érti ő, hogy mi az ő helyzete, szerez hamis iratokat, és már felszáll egy vonatra, és már készül elhagyni Franciaországot, és már minden egyben van, amikor véletlenül találkozik ennek a bizonyos másik Kleinnek valami ismerősével, barátnőjével, és akkor úgy dönt, hogy mégis leszáll a vonatról, és visszatér Párizsba. Mert a másik Klein visszahúzza, mert azért, kíváncsi, rohadt nem, de nem kíváncsi. Csak, de nem csak kíváncsi, megcsillan a remény, hogy ő tisztázza magát, mint keresztény Klein, azáltal, hogy megtalálja a zsidó Kleint, és igazolja a hatóságoknak, hogy őt összetévesztették, hogy ott a zsidó. Meg kell találni a zsidó Kleint. Egyébként ez egy csúcspontja a filmbe, amikor keresi őt a másik Klein, és egy vendéglőbe van, és hogy itt járt nemrég, és kérdezi a pincér fiút, vagy aki a telefonos fiút, mert ugye csörög a telefon, és hogy nézett ki? Azt mondja, hát éppen úgy, mint maga, és véletlenül egy igen, magas volt, és áll szemben egy tükörrel, igen. És éppen úgy, mint maga, és egy tükörrel. Ez valóban egy nagyon erős film, és szerintem valahol a legmélyebb film a holokausztról. Hát nekem abszolút mert. Tehát, hogy a tartalmát tekintve, az üzenetét tekintve valami olyasmiről szól, hogy mindannyiunknak van egy alternatív élete valahol, ahol zsidók vagyunk, és most ez a zsidó, ez behelyettesíthető akár bosnyákkal, akár indiánnal, akár ruandaival, kurddal, vagy ruandaival, vagy bármilyen néppel, amit valaha kiirtottak. Tehát mindegyikünknek van egy alternatív élete valahol az áldozatok között, és amikor éppen 300 Lajos aranyat keresünk azon, hogy megvásárolunk egy képet féláron, vagy amikor éppen összeírunk áldozatok, vagy amikor éppen részvédtelenül röhögünk embereken, akiket visznek el, akkor ne felejtsük el, hogy nem csak mi vagyunk Robert Klein, hanem valahol ott az áldozatoknak az arctalan tömegében egy másik Robert Klein éppen a vesztőhelyre megy. És hogy ez valójában, ez mindannyiunknak valahol valamiféle erkölcsi kötelessége, és hogyha nem tesszük meg, és hogyha soha nem tesszük meg, akkor könnyen lehet, hogy egy nap majd mi leszünk a Robert Kleinnek, vagy majd a rossz Robert Kleinnek leszünk, vagy majd a rossz sorba állítanak be minket, és akkor majd minket visznek el, mert soha semmiféle garancia nem volt még arra, hogy egyszer majd nem a mi általunk éppen felsőbbrendűnek ítélt csoport lesz az, vagy akár megúszónak ítélt. Amelyik majd megtölti a gázkamrákat. Nem hagynak nyugton az őseim. Mi? A nagyszüleim anyakönyvi okirataira volnék kíváncsi, apai és anyai ágon. És természetesen a sajátoméra. Hagyd abba a szamárkodást, Robert, mondj el mindent! De hát nincs mit, csak formalitásról van szó, igazolás kell. Milyen formalitás? A párizsi rendőrség hetsziáskodik, meg akarják mutatni, hogy ők is valakik. Ezért, szóval az a lényeg, hogy tisztázni kell egy félreértés, semmi több. De milyen félreértésről van szó? Összecserültek valakivel. Na és a nagyszüleinek mi köze ehhez? Maximum egy igazolványra lehet szükséged. Az anyádéra, vagy az enyémre? Az új törvény szerint igazolást kell hozni a nagyszülőkről is. Mi az ördögöt kell igazolni? A származást. A származást? Igen, azt. Igazolni kell, hogy nem az vagyok, akit a rendőrség keres. És erre hány napot kaptál tőlük? 2 hetet. Nem is kell több. Nem tudom, Robert. Nem tudom, de nekem valami sántít ebben a dologban. Szerinted rendjén van, ez nem gyanakszol? Ez csak formaság, hidd el, a rendőrség is tudja. Akkor miért nyaggatnak mégis ezekkel az igazolványokkal? Most ez a törvény, meg aztán rajtam kívül van egy másik Robert Klein, aki valószínűleg zsidó. Zsidó? Az nem lehet. Az nem lehet. Ha csak nem a holland ágon. Ott is élnek Kleinek? Na, az egy másik dinasztia. De rokonok, nem? Mondtam már neked! 14. Lajos óta franciák és katolikusok vagyunk. Osztályozzuk a Klein urat. Először is föltétlen nézzétek meg, túlmutat a holokauszt témán. Tehát ez egy spirituális film is.
Igen, 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 de szerintem a holokausztban az emberi embertelenség és maga a franc kafkaiság az olyan mélységes, mély és fokozhatatlan formát öltött, amire ez a film nagyon-nagyon erőteljesen hat rá. Na, te mennyit adnál? Hát én egy hetest mindenképpen. Én most először adok, amióta itt vagyok ebben a műsorban, 10-est. Nekem az egyik kedvenc filmem. Filmmel folytatjuk a műsorunkat. Ez egy holokauszt vígjáték. Na, és már is találkoztunk egy egész bizarnak tűnő fogalommal. Pár éve honosodott meg. Holokauszt vígjáték. Na, Roberto Benigni egy bátor fiú, hogy ő megmerte ezt dobni. És én azt gondolom, hogy érdemes ezzel a fogalommal megbarátkoznunk, hogy holokauszt vígjáték, ugyanis a történtek feldolgozásának igenis a nevetés az egyik módja, és Roberto Benigni hitet tesz emellett, és nincsen ebben semmi gyalázat, én úgy gondolom. Persze sokféle nevetés van. Lehet valamit kinevetni, lehet valakit kinevetni, lehet valakivel együtt nevetni, meg lehet nevetni az egészen. Szóval sokféle nevetés van. De ilyenkor mindig fölmerül, hogy joga van-e egy ilyen filmet csinálni valakinek. Egyébként nem csak a holokausztról van szó, egyáltalán bármiféle traumatikus közösségi tragédiáról. Én meg azt gondolom, hogy különböző módja van a feldolgozásnak mindenki számára, és az is egy fontos kérdés, hogy neked, vagy nekem, vagy bárkinek joga van-e Roberto Beninin számon kérni az ő saját személyes módját a feldolgozásra. Én nem kérem számon, ez csak egy kérdés, csak földobtam. Na hát ez is csak egy kérdés, én meg visszadobtam. Ez a Hét Mesterlövésze Farkas Attila Mártonnal és Puzsér Róberttel, 0629986986 a műsor SMS száma, és Roberto Benigni az Élet Szép című holokauszt vígjátékáról beszélgetünk. Én ismerek egy hölgyet, nem konkrétan, személyesen, de szegről végről, aki kijelentette azt, hogy ő nem hajlandó az Élet Szép című filmet megnézni, mert hogy a holokausztról senki ne készítsen vígjátékot, egyébként egy holokauszt túlélőről van szó, és ő visszautasítja a filmnek akár a megnézését is, tehát nem arról van szó, hogy ő látta a filmet és ízléstelennek ítéli, nem hajlandó megnézni, mert nem hajlandó holokauszt vígjátékot megnézni, tehát a holokauszból ne csináljon senki vígjátékot, ő visszautasítja ezt. És itt szerintem arról van szó, hogy vannak emberek, akik egyszerűen visszautasítják az egész dolognak a feldolgozását, mert hogy az a tény, hogy nevetni tudsz valamin, vagy egyáltalán azt a stratégiát választod arra, hogy valamit feldolgoz, hogy nevetsz rajta, ahogyan azt Roberto Benigni teszi, aki azt mondja ezzel a filmmel, hogy az élet szép, és az élet nem attól szép, hogy az élet effektíve szép, mert összeírják a zsidókat, összegyűjtik őket, bevagonírozzák, elviszik és agyonlövik. Mert ha ebből indulunk ki, az élet nem szép, hanem nyomorúságos, hanem hogy az élet szép, mert én azt mondom, hogy szép. Tehát, hogy az élet az, amivé én teszem, hogy autonóm módon jogom, lehetőségem van az életemmel azt tenni, amit csak akarok, és amit én vetítek, mert hogy a fejem az valójában egy vetítőgép, nem pedig egy kamera. Igen. Az igenis szép és kész, mert azt mondtam. Tehát, hogy mondjam, ez a feldolgozásnak egyfajta módja is, hogy bizony vannak ilyen emberek, akik visszautasítják a feldolgozást, és ez bizony egy lelki mechanizmus, nem hajlandóak ezt a dolgot feldolgozni azért, mert úgy érzik, hogy ha ők feldolgoznák a holokausztot, akkor azzal az áldozatokat, az ő testvéreiket, az ő szüleiket árulnak el, elárulnak. Az ő emléküket gyaláznák igen, meg. Igen. Így viszont, ha nem dolgozzák föl, így örökítik is. És tovább is adják a gyermekeiknek, akikben ez szintén egy trauma lesz, akik szintén bűntudatot fognak érezni, hogyha majd egy Roberto Benigni filmen nevetni találnának, és szintén nem fogják tudni ezt a dolgot feldolgozni, és szintén tovább örökítik. Tehát itt most az a kérdés, hogy a holokauszt trauma az feldolgozható-e, ha nem feldolgozható, akkor kihalással eltüntethető-e, vagy egyáltalán. De hát most mondtuk, ha továbbadják az újabb generációknak, és pszichológusok foglalkoztak ezzel, ugye, hogy már harmadik generációs, már nem is akkor született, nem is élt, sőt, már 10-20 évvel utána született, és még mindig lelki sérültje ettől a dologtól, nyilvánvalóan, mert átadták neki a szülei, meg a nagyszülei. Igen. Tehát akkor viszont, akkor ennek nincs vége, mert újra és újra át fogják adni. Egyébként ez más népeknél is így van,
Más népeknél is így van. Gondoljunk a Trianon traumára, ami pedig azért nem népírtás, egy igazságtalan béke, hát mondjuk jól megszivattak minket, de hát ott is, hát én is ebben nevelkedtem, és vagy gondoljunk mondjuk az örményekre, ahol tényleg volt szintén egy holokauszt, tehát azért 1,5 millió örményt legyilkoltak a törökök az első világháború alatt rekordidő, na, második világháború idején, vagy hülye vagyok, az első világháború idején rekordidő alatt, és most már nem tudom, első világháború, mert 5. generáció, és még mindig kultusza van ennek a népírtásnak. Jó, mondjuk ők az országukat is elvesztették, igaz, a török birodalman belül volt, de ők mindent elvesztettek, és őket mondjuk még csak nem is kárpótolták, tehát nyilván ez hát is ott hozzá. Ott egy holokauszt és ez egy Trianon egyszerre történt meg. Így van, így van. Na most nem csoda, hogy ezeket a dolgokat nehéz feldolgozni, és szerintem azért is adják tovább, mert úgy érzik, hogy kötelességük ezt továbbadni a gyerekeknek, mert különben elvész az áldozatoknak az emléke, és az ő haláluk értelmetlen lesz. De tulajdonképpen értelmetlen volt az ő haláluk. És az ezzel való, erről van szó, hogy értelmetlen volt az ő haláluk, és az ezzel való szembenézés az a legnehezebb. És hogyha továbbadom ezt az egész traumát, akkor azáltal az ő haláluk valamiféle értelmet nyer. Valami olyan értelmet, hogy a gyerekem is beteg lesz ettől, de legalább értelmet nyer. De tulajdonképpen így alakul ki a vallásosság. Igen. És ez ráadásul ránémel a zsidó vallásra, ugye? Jahve a népét mindig keményen tartja, így van. Na igen, és Adi egyébként ugyanezt ajánlotta Isten figyelmébe a magyarsággal kapcsolatban. Nekünk mohács kell, különben végünk. Tehát, hogy ez... De hol kezdődik a dolog? Tehát az áldozatok, tehát kicsit ilyen, hogy hívják ezt? Tehát ez a tyúk és a tojás, egy ilyen körkörös érveléses dolog ez. Tehát, hogy először vannak az értelmetlen áldozatok, és az ő haláluknak értelmet kell adni, mert ez az ásító üresség, hogy értelmetlenség történt, az elviselhetetlen. És akkor tulajdonképpen erre alapul egy kvázi kultusz, ja. És akkor tulajdonképpen lehet, hogy maga az eredeti zsidó vallás is, ugye? Hát az egy nagyon űző, egy ilyen űzött-nyúzott rabszolganép volt, egy ilyen fél Egyiptomban. Egyiptomi rabszolgaságból fakad az egész zsidó vallás végül is. Abból az üldöztetésből és abból a szabadulásból. Hát ez most egy újabb szabadulás. De ismétlem, ez nem zsidó specifikum, ez nagyon-nagyon sok helyen megtalálható. Hát azt is tudni kell, hogy tulajdonképpen a holokauszt az egy újra kovácsolt zsidó identitás eredményezett tulajdonképpen a zsidók. Főleg a nem vallásos zsidóknál. Hát igen. A gyökerüket veszte zsidóknál. A zsidók, és hát ők a többség, tehát a zsidók tömkelege már alig várta, hogy végre asszimilálódhasson, hogy végre feloldódhasson az európai népeknek a tengerében. És a zsidósága amikor... annyi, mint hogy mondjuk én katolikus vagyok, a másik meg a református. Hát, de leginkább annyi se. Mert hogy pont, hogy el akarom inkább felejteni sem, mint hogy ragaszkodnék hozzá, tehát leginkább asszimilálódni szeretnék. Amikor jött a holokauszt, és ez kőkeményen újra kovácsolta, és megteremtette Izrael államot, és megteremtette a soha addig nem látott módon egyrészt intenzív, nagyon-nagyon nagy erővel ragaszkodott, és nagyon-nagyon-nagyon meghatározó identitás tudatot a zsidóságban. Ez de hát ugyanaz történt akkor, mint az ókorban. Hát pontosan ugyanaz. Ugyanaz történt. Egyébként a Bibliában végig... Egy újabb kivonulás. Igen. Ez egy újabb kivonulás volt. Exodus. Igen. Hát van is egy ilyen regény. Hát pontosan, persze, és ez erről szól. Tehát, hogy tulajdonképpen megismétlődött ilyen értelemben a történelem, és most, és hát bizony létrejött egy a zsidó vallásnak egy, most ez nem fog túl jól hangzani, mondjuk fogalmazzunk úgy, hogy egy második ószövetség, nem hívom új szövetségnek, mert az valami más, igen. Egy ószövetség B, vagy egy ószövetség 2.0, amelynek az alapja az nem Mózes, hanem a holokauszt bizonyos értelemben, vagy nem a fáraó szerepében Adolf Hitler. Fogalmazhatunk így is. Igen. Tehát, hogy létrejött egy új típusú zsidó identitás, aminek a kovásza az már nem a 10 parancsolat, hanem a holokauszt. És akkor még egy szót sem beszéltünk egyébként az Élet szép című filmről, ami egyébként túl azon, hogy a holokausztról szól, olyan gyönyörű megfogalmazványok vannak benne, mint a most következő. A meghajlás. A meghajlás nagyon könnyű, tehát meghajlás, meghajlok, előredőlök, így 45 fokos szögben mondjuk, mint a peskős üveg. Kb. 40-45, 50-55, de maximum 90 fokban. Egyenes szög 180 fok. Bácsikám, mennyire hajlok előre? 180 fokban, így? Gondolj a napraforgóra, a nap felé fordul, de ha azt látod, hogy valaki túl mélyen hajlunk, annak már régen rossz. Te kiszolgálsz, de nem vagy szolga. A szolgálat
A legfőbb művészet, az első szolgáló Isten volt. Szolgálja az ember, de nem szolgálja az embernek. Ne haragudj, de nem volt rajta gomb. A csokornyakkendőre nem kell gomb, te buta! Szóval ez ilyen bölcsességek vannak nagyon, benne. Nagyon nagy bölcsesség. És az az igazság, hogy ez a Roberto Benigni egy ócska pojáca. És ő ezt tudja is magáról. És tökéletesen használja ezt. Tehát hogy az az igazság, hogy ő, mint rendező, meghaladta önmagát, mint színészt, és nem próbált magából valami olyasmit csinálni, mint színészből, amire ő alkalmatlan, mert ő tényleg egy gagyi bohóc. Ő egyébként tudta is ezt. És mint rendező, rendezette köré a gagyi bohóc köré egy tökéletes sztorit, és tulajdonképpen valami hatalmasat farigcsált ebből a gagyi anyagból. Nem véletlen azért, hogy ez egy olasz film. Tehát olaszok kezdték ezt az egészet. Azért, hogyha megnézzük a Fellini filmeket, meg a többit, ők azért a fasizmuson is röhögtek. Tehát Mussoliniék mindig úgy, nem annyira véreskező gyilkosokként jelennek meg, tehát nem úgy mondjuk, mint Antonioninál a 20. században, tehát ilyen démoni formában, hanem inkább ilyen pojáca, akin úgy röhögnek. Hát ugye ismerjük azt a sztorit, hogy áttölt, hogy mintha volt egy olyan fölvonulás Rómában, mint hogyha végtelenül jönnének az olasz csapatok, és a paraván mögött átöltöztek, az olasz tankokat egy bajonettel föl lehetett hasítani, tényleg teljesen más, mint a német. Igen, de komolytalan is volt az olasz fasizmus, hát oda küldték őket a görögök ellen, aztán a görögök legyakták őket, erre a Führernek az volt a válasz, hogy jó, akkor küld egy SS hadosztályt, és meg volt Görögország csinálva. Igen, szóval tehát, az olaszok... Nevetséges volt az egész Mussolini féle olasz birodalom, és akkor elmentek Etiópiába, és akkor ott az abesszin hódítás, meg nevetséges volt egy ilyen sivatagi népet alig bírtak legyakni, tehát egy vicc volt az egész. De nem csoda, hogy röhögnek rajta is egyébként. Szóval, hogy ott kezdték ezt az egészet, ez az egyik. A másik viszont visszatérnek azért a kiinduló problémára, tehát hogy lehet ezzel röhögni, lehet ebből csinálni vígjátékot, stb. Hogy most akkor egy túlélő mondjuk betelefonálna, vagy SMS-t írna, és megkérdezné, jó, de a Roberto Benigni az túlélő-e? Egyébként szerintem igen. Én nem tudom az ő származását. Igen, de a végén meg azt írta, hogy ez az én történetem, tehát ez elhangzik a filmnek a végén. Aha. Ezt az áldozatot hozta értem az apám, sőt, azt mondanám, hogy ha Roberto Benigni nem lenne túlélő, akkor ezt a filmet nem is nagyon csinálhatta volna meg. És aha, nem azt mondom, hogy nem csinálhatta volna meg jogilag, világos, hanem erkölcsileg. Igen, nem igen. Nagyon csinálhatta volna meg, és egyébként ez is hozzátartozik. A holokauszt bűntudat, meg a holokauszttal kapcsolatos démonizálásnak a témaköréhez, mert persze miért ne csinálhatta volna meg, nem jobb vagy rosszabb film az attól, hogy a rendező holokauszt túlélő-e vagy sem, hanem egyszerűen nincs a dolog feldolgozva ahhoz eléggé, hogy egy nem túlélő ezt a filmet megcsinálja, és még csak nem is azt mondom, hogy nem zsidó, aha, hanem azt mondom, hogy egy nem túlélő, tehát hogy ezt túlélő csinálhatja meg ezt a filmet, aha, mert különben ez a film, ez elbukik. Nem tudom, hogy egyetértünk-e, hogyha igen, akkor 0629986986, ha pedig nem, akkor 0629986986 az SMS számunk, amire megírhatjátok. Vagy. Köszönöm, nagyszerű. A mi fajunk felsőbbrendű faj. Pontosan ezért jöttem Rómából, ebben a percben érkeztem, hogy elmondjam nektek, amit már úgy is tudtok, gyerekek, hogy a mi fajunk felsőbbrendű faj. Azért választottak éppen engem a nagytudású rasszista olasz tudósok, hogy bemutathassam nektek, mennyire felsőbbrendű a mi fajunk. Na és miért éppen engem választottak, gyerekek? Csak nézzetek rá! Még magyarázzam? Hol találni nálam szebb embert? Hol találni nálam gyönyörű embert? A hallgatásotok is bizonyítja, hogy egy felsőbbrendű fajhoz tartozó ember áll előttetek, a legtisztább árja. Gyerekek, kezdjük egy olyan dologgal, amire bárki mondhatna, na és akkor mi van? A fül. Nézzetek ide, nézzétek meg ennek a fülnek a tökéletességét. Ezt az egyedülálló bal fülkagylót ezzel a hajlékony kis cimpával a végén. Tapincsátok meg magatokon is. Nézzétek csak meg ezt a mozgatható és hajlítható kis porcdarabkát. Ha ennél szebbet mutat nekem valaki, már itt se vagyok. De csak akkor hiszem el, ha látom, a franciák csak álmodozhatnak ilyen fülről. Gyerekek, emberfajták igenis léteznek, de még mennyire? Menjünk csak tovább. Szeretnék mutatni nektek még valamit, gyerekek. Figyelem, a köldöket! Micsoda csomó! Fokkal körömmel se lehet kibogozni! A rasszista tudósok megpróbálták, de nem ment! Nem lehet! Ez egy igazi olasz köldök! A fajta jellegzetessége, micsoda gyönyörű darab! Nézzétek ezt az izomzatot! Teps! Biceps! Triceps!
Chaps! Ó, hogy ez milyen szép! Látjátok ezt a csípőt? Nézzétek ezt a járást, ezt a mozgást! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim, most búcsúzom, nekem mennem kell. Most itt eszembe, hogy fontos találkozom van. Bemutatok egy igazi árja távozást. Mindenkit üdvözlök a viszontlátásra. Ne feledjétek a könyvet! Na, azért nekem Fellini. Hmm. Ott van Fellini el mögött. Igen, persze, nyilván. De egyébként az a nagyon bájos ebben a filmben, és az a tragikus ebben a filmben, hogy az elejétől a végéig nem vesz tudomást a hős a valóságról, és abban a hiszemben él, ami nagyon-nagyon sokáig működik és is. És még a koncentrációs táborban sem. Sem, abszolút nem. És az elejétől a végéig abban azt működteti, hogy ami az én, ugye amiről szó van a filmben is, hogy Schopenhauer azt mondta, hogy ha nagyon-nagyon gondolsz rá, hogy úgy van, akkor úgy van. És hogy ő ilyen Schopenhauerista lesz, és arra nagyon gondol, amit szeretne, és azt működteti, és tele van blöffökkel, meg tele van ilyen gegekkel, és mindig kockáztat, igen, és mindig kocka csodák, kicsi csodákkal, amiknek mindig olyan banális a megfejtésük, pont mint az Amelie csodálatos életében, hogy valami banális dolog van mögötte, de amíg az titkos, addig a dolog csodának tűnik, és attól az egész élet csodás. És hogy ezeket működteti a filmben az elejétől a végéig és a legvégén, a legeslegutolsó geg nem jön be neki, a legeslegutolsó geggel bukik el. És mindvégig ott volt a lehetőség, hogy elbukjon, hogy valamelyik poén ne jöjjön be, hogy ne dobják le a kulcsot, hogy ne cseréljék ki a kalapot, és mindezek a poénok valamelyik félrecsúszson, és akkor csúszik félre, amikor a legnagyobb a kockázat. Tehát, hogy ő végül is ugyanazzal a hanyag eleganciával, vagy lazasággal, könnyedséggel megy bele mindegyik szituációba, és a végén elbukik benne, és az tényleg megható, és tényleg erős. Azt gondolom, hogy ez a film nagyon-nagyon-nagyon sokat tett a holokauszt feldolgozásáért. Tehát addig, amíg bizonyos más holokauszt tárgyú filmek elmélyítették a holokauszt neurózist, addig ez a film, ez valóban... Például a Schindler listája. Többek közt a Schindler listája. Amit itt nagyon dicsértél. Mert jó film, de hát ettől függetlenül a hatása az, hogy a holokauszt bűntudat, meg a holokauszttal kapcsolatos szorongás az nem csökkent, hanem fokozódott. Ez a film, ez nagyon nagy talicskákkal, sőt mondhatom azt, hogy teherautókkal hordta el a holokauszt bűntudatot, és a holokauszt neurózist, és a holokauszttal kapcsolatos feldolgozatlanságnak mindazt a lelki terhét, ami nyomaszt komplett társadalmakat, zsidókat és nem zsidókat egyaránt. Úgy legyen, ellenben, hogyha már a műfajnál tartunk, azért pár szót beszéljünk arról, hogy ebben a műfajban készültek más filmek is. Készültek, és milyen rosszak. Sajnos. És milyen rosszak. Itt van például a Hazudós Jakab. Atya úristen, de egy pocsék film. Mitől pocsék? Mitől pocsék, és mitől jó a Benini? Nem csak Jakab a hazudós, de a hazudós Jakab a hazudós. Az a baj. Nem lehet, hogy az a baj, hogy azt amerikaiak csinálták, ezt meg olaszok? És tele van magyar színészekkel egyébként a hazudós Jakab, és a Robin Williams a főszerepben, és nem te... A Nanu-Nanu. Nanu-Nanu, ja, csak... igen, jaj, ne. Igen. És, de aztán ott van az Életvonat című film. Na, az egy érdekes. A zsidók saját magukat deportálják egy faluból, hogy megússzák, aztán találkoznak egy cigányvonattal is, tehát röviden így mondható el. Viszont az életvonat szintén egy rossz film szerintem. Nem azért, mert vígjátékot csinál az egészből, hanem mesterkélt, hazug. Viszont annak a végén van egy akkora, nem akarom gegnek mondani, tehát akkora arcúcsapás, ami azért mégis azt hogy is mondjam, fölment az egészet. Tulajdonképpen van a legvégén egy egyperces jelenet. Tehát ott áll a főszereplő, látjuk a főszereplő arcát, és azt mondja, hogy hát az egész tulajdonképpen így történt, vagy hát lehet, hogy mégse, és távolodik a kamera, és szöges drót, és a láger lakóknak a csíkos ruháját viseli, és az szinte katartikus. Ugyanis ott kiderül, hogy az egészet csak ábrándozta. És ez fölmentést ad az egész. Igen, és így lehet egy teljesen ízléstelen filmet, a végén egyetlen egy gesztussal ízléseséteni. Ahogyan egyébként jó filmet is el lehet egyetlen gesztussal rontani a végére, az Életvonat ebből a szempontból pont a fordítottja. De térjünk
Igen, na volt egyszer egy Amerika is ilyen, hogy a végén felvetette a kérdést a Leone, hogy az egész csak egy ópiumálom, vagy sem. Tehát hogy sokszor felvetődik ez. Érdekes, a kérdés. Nekem az nem jött le. Ezt filmesztéták gyakran vetik fel. Aha. Egyébként írja az SMS író nekünk, még az életszéppel kapcsolatban, hogy Guido, ugye Guido Orefice, a főhős, azonosító száma ugyanaz, mint Chaplin-i a Diktátorban, és azért ez szép. Zsidóknak és kutyáknak tilos a belépés. Gyere, menjünk, Josué! A zsidók és a kutyák miért nem mehetnek be, papa? Mert nem akarják, hogy a zsidók és a kutyák bemenjenek. Mindenki azt csinál, amit akar, Josué. Ez például egy vaskereskedés, látod? Ide például a spanyolokat és a lovakat nem engedik be, érted? Vagy itt ez a patika. Tegnap egy kínai barátom be akart menni egy kenguruval. Azt mondja, szabad? Nem, ide kínaiak és kenguruk nem jöhetnek be, nem szeretik őket. Van ilyen, nem? Mi mindenkit beengedünk a könyvesboltba. Na, holnaptól mi is kiírjuk. Te mit nem szeretsz? A pókokat is te? Én a vizigótokat. Holnaptól kiírjuk, hogy pókoknak és vizigótoknak tilos a belépés, jó? Elegem van a vizigótokból. Kész, pat! Mi az útja a holokauszt neurózis tovább nem adásának? Nem az, hogy a holokauszt után nem adott tovább a gyerekednek, hanem az, hogy a holokauszt alatt sem adott tovább a gyerekednek. Tehát ott zajlik a holokauszt körülötted. Be vagytok zárva egy barakba, és bármelyik percben elvihetnek téged is, megfőzhetnek, vagy bármelyik percben elvihetnek téged is, elgázosíthatnak, de te nem adod át a gyerekednek a holokauszt traumát. Na ez a film erről szól, hogy nem kell a gyereknek továbbadni ezt a dolgot, nem hogy a holokauszt után, hanem a holokauszt közben. Sem. Na ez az, amiről szól ez a film, és ezzel kapcsolatban mutat nekünk egy nagyon erős példát Roberto Benigni, hogy nem kell továbbadni a gyereknek, és nem kell megmérgezni a gyereknek a lelkét ezzel a rémálommal, ezzel a gyalázattal, amit valójában az SS talált ki. Tehát az SS kitalálta, és rajtam keresztül megfertőzi vele a gyerekemet. Na ezt nem. Ez az, amit Roberto Benigni, és ez, amit Guido Orefice elutasít. Gombot csinálnak belőlünk is szappant. Miket beszélsz? Elégetnek bennünket egy kemencében. Ez ki mondta? Egy ember sírt, és azt mondta, hogy gombot csinálnak belülünk, és szappan. Josué, te beugrottál neki, már megint beugrottál. Na, ne viccelj, én azt hittem, hogy te egy okos, ravasz fiú vagy. Hogy csinálhatnának gombot meg szappant emberből? Jól is néznénk ki, ne viccelj már, és te ezt elhitted. Képzeld csak el, holnap reggel Bartolomeóval mosok kezet, jól beszappanozom, te ezt elhiszed? Aztán begombolkozom Francescóval, mi ez? Azt a mindenit, ide néz, Giorgio leszakadt. Hát úgy nézesz ki, mint egy ember? Ugyan már, csak be akartok csapni, és te elhitted. Gombot meg szappant, és még mit mondtak? Hogy megsütnek a kemencébe. Ó, na hát még ilyet. Elégetnek a kemencébe. Ezt is elhitted? Jaj, hát veled mindent meg lehetett etni. Olyat már hallottam, hogy a kemencét fával fűtik, de olyat, hogy emberrel, olyat még soha. Hé, elfogyott a fa, add már ide azt az ügyvédet. Te ez nem akar meggyulladni, úgy látszik még vizes. Nézd meg, hogy füstöl. Na, ne viccelj már, Josué, de hogy égetnek el bennünket. Na, ez a fehér mágia, amikor a pokolnak a legmélyebb bugyrában te megváltod a gyerekedet, és egy hazugsággal, vagy egy mesével, vagy hívd, ahogy akarod, azzal őt kiemeled ebből a pokolból, és meg nem történté teszed mindazt a szörnyűséget, mindazt a rettenetet, ami körülötte zajlik. Milyen kár, hogy a valóságban nem történt ez meg. Ez csak egy vízió. A Benigni azt mondja a film végén, hogy az apám így váltott meg. Lehet, hogy nem szóról szóra így, de hogy ő benne ez maradt. Hát erről tanúskodik ez a film nekünk. Hanyas? Szerintem 8-as. Én 7-es. A negyedik film, amiről szó lesz a híres napon, sorstalanság. Az a sorstalanság, a 140 perces magyar film. Mert hogy azért a magyar holokauszt feldolgozásokról is essék némi szó. Hát meg ez egy sztárkönyv, amiből egy sztárfilm akart készülni, aztán valahogy nem készült el, vagy nem az készült el, vagy valamilyen széleskörű csalódás övezte ezt a filmet, többek között bennem is. Alig, hanem egy megfilmesíthetetlen könyvről van szó, de még ha megfilmesíthető is volt, valószínűleg nem így kellett volna megfilmesíteni. Tehát ezer sebből vérzik, azt hiszem, hogy ezt így kimerem jelenteni. Ha nem, hogyan? Hát nem tudom. Nekem talán unalmas volt. Igen. Unalmas és semmiféle katarzis nem okozott. Nekem meg megmondom, hogy milyen volt. Hamis volt. Az összes dialógus úgy volt megírva, tehát hogy mondjam, itt a Kertész Imre írta a forgatókönyvet a saját regényéből. Nem tudom, hogy a Kertész Imre írta már korábban forgatókönyvet, de nem úgy tűnik. Pedig ő túlélő.
Igen, de nem. Tudod, hogy vannak megírva benne a dialógusok? Hát úgy vannak megszerkesztve. De úgy vannak megszerkesztve benne a dialógusok. A forgatókönyvet nem olvastam, de a könyvet igen. Hát a film, nem, én a filmről beszélek. Uh-huh. Én a filmről beszélek, amiben a dialógusok azok úgy vannak megírva, mint egy, ahogy egy író megírja az életben, nem így beszélgetnek egymással az emberek, ilyen kimódolt irodalmi stílusban tárgyalnak, nem szólnak közben, igen. Hanem így megvárják, végszavaznak egymásnak. Tehát, hogy így üres és hazug az egész, hát mit csináljak? A kamerának szól minden, a gesztusok üresek, látszik, hogy színészek színészkednek benne, tehát azt lehet mondani, hogy egy igazi magyar film, Mi volt, az indítéka ennek a filmnek? Hát a Nobel-díj, hát semmi más. Hát szó nem volt ennek a regénynek a megfilmesítéséről, amíg nem volt Nobel-díj. Tehát a Nobel-díjas regény... Egy kényszerhelyzet volt. Hát kényszer. Ki kényszeríti arra az ember, hogy egy Nobel-díjas regényt megfilmesítse? Miféle kényszer ez? Nem kellett ezt megfilmesíteni, csak aztán úgy döntöttek, hogy ezt megfilmesítik. Semmi kényszer. Miféle kényszer ez? Van-e jó magyar holokauszt film? Én egyről tudok. Te az utószezont akarod mondani. Így van, Fábri Zoltán utószezon, 67-ben csinálta. Rendkívül jó, Páger Antalot vezekli le a Nyilas múltját. Nagyon kevesen ismerik, egyébként meg a Fábri filmek között is ez egy ritka film, expresszionista film, avantgárd elemekkel van tele, nagyon-nagyon-nagyon érdekes, nagyon sajátos, elborzasztó, nyomasztó, hát a Fábri általában jó filmeket rendezett, az egy kiváló film. Azon a Fábri kívül, a legnagyobb magyar rendező. Azon kívül én mást igazából nem, tehát eszembe jutott még a Jobb lázadása, nekem az túlságosan esterkélt, könyvfakasztó, erőltetett. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ortodox zsidók egy keresztény gyereket örökbe fogadjanak, nekem ez valahogyan jó, hogyha példabeszédként, egy parabolaként elfogadjuk, akkor mehet, de valahogy nagyon-nagyon nem ment az sem, és hát ugye a sorstalanság, tehát igazából a témában nem vagyunk topon, noha egyébként az összes szocialista ország közül itt foglalkoztak ezzel a témával a legtöbbet, tehát azért volt rengeteg tévéjáték, meg tévéfilm, meg színdarab, meg regény, meg novella, meg vers, meg egyéb, amiben ez a dolog előjött. Ugye a többi szocialista országban ez félig meddig, azt mondják, tabunak számított, nem volt azért ez tabu, csak éppen ugye a Brezsnyevi éra, Izrael ellenessége véget, erről úgy nem nagyon beszéltek, tehát azért a nácik inkább a kommunistákat gyilkolták le, meg a szovjeteket, és nem annyira a zsidókat, tehát nyilván ott az aktuál politika szintén ráült erre az egész témára, de Magyarországon ezzel sokat foglalkoztak, és ahhoz képest, hogy Magyarországon sokat foglalkoztak, ahhoz képest nagyon kevés jó film született, illetve még ott van a Keleti Mártonnak a Budapesti tavasz, hát ez egy régi 50-es évekbeli film, ami ugye ott a főszereplő nőt, a nyilasok a Dunába lövik, tehát nem nagyon csinálnak, de szerintem ez nem a téma miatt van, nem a téma miatt van, hanem a magyar film, filmbetegsége, így minden a magyar filmbetegsége, hát mindenféle témában rossz magyar filmek születnek, tehát most kár lenne a rendszerváltás óta. Hát, elmondanám. Azért a rendszerváltás... 60-as évek óta. Nem, a rendszerváltás mondani, előtt azért nagyon jó filmek persze, a 80-as is születtek. Milyen filmek? 80-as évek? Milyen filmek? A Beremény Géza az egyetlen, akinek elfogadható filmjei vannak. Igen, de igazad van. Jó, akkor mondjuk azt, hogy azért 70-es években még voltak jó magyar filmek, például a Régi Idők focia meg hasonló, tehát azért nem írnám le ennyire a magyar filmet. A 60-as, 70-es években a magyar film az szerintem világszínvonalú volt. Főleg Fábrinak köszönhetően, de azért voltak más rendezők is, mint a Huszári például. Mondjuk egy filmje van, de hát az olyan, ami nagyon... Kaptunk Suhajtól egy idézetet. A sorstalanságot én a Kádár rendszerről írtam, és aki a 70-es évek Magyarországán élt, annak azonnal észre kellett vennie, hogy aki ezt a könyvet írta, az ismeri a jelent és gyűlöli. Egy olyan alkalmazkodási folyamatot írtam le ugyanis, amely minden elemében a magyar történelem 1956 utáni szakaszára emlékeztetett. Írja nekünk Suhaj. Tehát, hogy ezt gondolom, hogy egy Kertész Imre idézet akar lenni. Aha, de igen. Hát ez a filmből nem derül ki. Uh-huh. Hát itt erről szó nincsen uh-huh. a filmben. Na most mi a baj a sorstalansággal? Hát talán az a baj, hogy a forgatókönyvet az a Kertész Imre írta, aki hát nem forgatókönyvíró. Talán az a baj, hogy az a Koltai Lajos rendezte, aki addig nem rendezett soha semmit, tehát nem rendező, hanem egy operatőr, és talán az a baj, hogy az a Pados Gyula az operatőr, aki pedig addig a Nem tén állítsátok meg Teréz anyut fényképezte. Uh-huh. Tehát, hogy esetleg Koltai Lajosnak, aki egy kiváló operatőr, kellett volna fényképeznie a filmet. Tehát esetleg mindenki csinálta volna azt, amihez ért. Tehát, hogy
Koltai ezzel a filmmel akart rendezővé válni, és én azt gondolom, hogy Koltai ezért a filmért Oscar-díjat akart kapni, ugyanis addig nagyon úgy tűnt, hogy a holokauszt téma az egy szabadkártya az Oscar-díjhoz. Hát a Schindler listája után Oscar-díjas lett az egyébként meg szerintem. Meg egy csomó minden máshoz is. Az egyébként... ez egy, mindenhol, még egyszer te mondtad, hogy egy beváltató valuta a holokauszt téma. Hát a holokauszt ezért téma készül, teljesen... ezért készül belőle egy csomó hiteltelen pocsék. Csomó pocsék film, mert a holokauszttal bármit el lehet adni, mert a holokauszt az a legkonvertibilisebb valuta. De nem, én csak arról akarok beszélni, hogy ott van a Zongorista című film, ami a Roman Polanszkinak egy teljesen közepes filmje. Aki ismeri és szereti Roman Polanszkit, az tudja, hogy nem ezért ismeri és szereti Roman Polanszkit. Az egyszer biztos. De a Roman Polanszkinak 100 jobb filmje van ennél, és a Roman Polanszki ezért megkapta az Oscar-díjat, ami egyébként de legalább a Holokauszt filmért lehet Oscar-díjat kapni, de a Roman Polanszki ne ezért a filmjéért kapjon már Oscar-díjat, mert a világ legnagyobb rendezőjéről van szó, 1000 jobb filmet rendezett, miért ezért kapja meg? De legalább kalandfilm volt, és lehetett izgulni, ahogy ott futkos a háztetőkön. Érted? Én azt úgy néztem, mint egy kalandfilm. Hát, ha úgy nézed, de nem. Tehát, és akkor ott volt az Élet szép, az is megkapta az Oscar-díjat, és akkor a Koltai úgy volt vele, hogy úgy tűnik, hogy a Holocaust filmért Hollywoodban Oscar jár, és akkor megcsinálta ezt, és amiből az egészből egy aranymedve jelölés sült ki Berlinben, azt se kapta meg, hiszen már azt is eleve a Holocaust bűntudat miatt kap, tehát a németeknek azért legalább egy aranymedvére jelölni kellett. Világos. Szóval ezzel a filmmel valami gond van. Valami gond van. Hogyha valami? Nektek... Most elsoroltál olyan sok tényezőt, hogy kvázi ez a film állatorvosi ló, az, mind a magyar filmet, mind a holokauszt témát, mint konvertálható valutát tekintve. Én miért mondom azt, hogy konvertálható valuta a holokauszt témakör? A múltkor láttam egy filmet, nem olyan régen mutatták be, szintén félig meddig magyar film, a Csíkos pizsamás fiú című film, ami arról szól, hogy a táborparancsnok kisgyereke az elkoborol, és találkozik a koncentrációs táborban bent a nagy feszültségű szöges drót másik oldalán élő kis zsidó gyerekkel is összebarátkoznak a nagy feszültségű kerítés két oldalán. És a labdát dobálják át egymásnak az koncentrációs tábor kerítése fölött. Na ne már! És akkor, aztán átmászik... És könyvfakasztó? Hát teljesen, hát képzeld el. És aztán a kicsi fiú átmászik a... Én nem tudtam rajta már sírni, tehát hogy azért a végtelenség nem lehet elmenni. A kicsi bocsáss meg, a röhögéstől is sírhatsz. A kicsi fiú, de ezen meg röhögni sem tudok. A kicsi fiú átmászik a táborba be, hogy segítsen az édesapját megtalálni a másik kisfiúnak, és a végén őt is elgázosítják, és a táborparancsnoknak a kisgyerekét elgázosítják, tehát ugye a kisgyerekekkel operálni, meg ez az egész, tehát hogy mondjam, az már ízléstelen, tehát az a baj, hogy tényleg arról van szó, hogy a holokauszra hivatkozva minden ízléstelenséget el lehet követni, és utána meg lehet spórolni a vádakat, hogy ez kérem, ez ízléstelen, mert a holokauszttal kapcsolatban ilyen gyanú föl sem merülhet, hogy valaki ízléstelenkedik, holott hogy ne? Na de most, hogy is nem? Na most ugye a szélső jobb oldal is ezt mondja. És persze a 2x2-4 akárki mondja, ez világos, csak azért hozzátenném, hogy mindig így van mindennel, ami hivatalos és kötelező, amit szakralizálnak. Érted? Mindennel így van. Igen, de ez a betege, a kommunizmusban is ez volt az iskolai ünnepségekkel. De ne haragudjál, de ez a beteges gondolkodás benne, hogy aha, tehát a szélső jobb oldal ezt mondja? Nem, hát akkor ezt szerint nekem az ellenkezőjét kell mondanom. Tehát én nekem ne, nem a sorstalanság. Tulajdonít, én éppen az, hogy én most nem neked tulajdonítom, és egyáltalán nem személyes, hanem létezik ez az érvelés. Te persze, is ismered persze, ezt az érvelést. Hogyne, tabusítunk. Tehát akkor azt mondod, amit a szélső jobb oldal. Ez egy mágikus gondolkodás egyébként. Itt arról van szó, hogy nekem a szélső jobb oldal alapján kéne a saját véleményemet kialakítani, nem a sorstalanság, meg a Csíkos pizsamás fiú című filmek alapján. Tehát én azokról nem gondolkodhatok autonóm módon, nem lehet róluk autonóm módon meg a saját magam véleménye, hanem nekem igazodnom kell a szélső jobb oldalhoz. Lássuk, mit mond a szélső jobb oldal a sorstalanság című filmről. Aha, szóval nekik nem tetszik. Hát akkor még lehet az is, hogy nekem se tetszen, de nem ugyanazért, valami másért. Valami másokat kell találnom, hogy nekem ne tetszen, különben én is szélső jobb oldali leszek. De itt arról van szó, hogy nekem egy filmről, egy holokauszt témájú filmről nem lehet autonóm véleményem, mert ott a szélső jobb oldal, és a szélső jobb oldal bizonyos véleményeket kisajátít. Szélső jobb oldali véleményekké tesz. Drága Robikám, ha csak a holokauszt témával lenne, a nemzeti színháznak az építése is, tehát az, hogy kinek tetszik, kinek nem, azon múlott, hogy ki jobb oldali, ki meg balliberális szavazó. Na, én szóval megmondom neked, hogy szerintem a nemzeti színház az egy förtelmes épület, viszont
a művészetek palotája még rondább. Elmondhatom, hogy én ebben a kérdésben pártsemleges vagyok, és próbálok pártsemleges lenni minden olyan kérdésben, ami egyébként széllyel van politizálva Magyarországon. Jó lenne, hogyha minél többen lennénk így ezzel. Ti hogy vagytok? 0620 9986 986 az SMS számunk, most pedig a Sorstalanság című filmmel fogunk foglalkozni. Baj van? Nem römizünk? Nem, fáj a fejem. A sárga csillagtól fájdult meg neki. Egész délután ezen lovagol. Min? Azon, hogy gyűlölik őt. Én nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy azt se bánom, hogyha gyűlölnek, ha látnám az értelmét. Most már semmit sem ért. Jó, szóval téged nem gyűlölnek. Engem? Ki gyűlölne? Mindenki. De miért? Ezért. Ezért. Hát lehet, hogy gyűlölnek. De azt hiszem, hogy nem pontosan engem gyűlölnek. Hogy nem személy szerint, hanem úgy általában. Általában gyűlölnek? Igenis, általában. Nem téged, nem engem, hanem az eszmét, hogy zsidó. Nem rossz, mert hogy én például nem is tudom, hogy pontosan mi az. Hogy mi? Az, hogy zsidó. De hát ezt mindenki tudja. Ez egy vallás. De engem az értelme érdekelne. Annyit tudok, hogy különbség, ami elválaszt az emberektől. Hát igen, de te úgy beszélsz, mintha ezt a különbséget te döntötted volna el, és nem abból állna, amit ott hordod. Én ezt a különbséget nem itt hordom, hanem magamban, belül. Csak még azt nem tudom, hogy büszke legyek-e rá, vagy hogy szégyeljem-e. Szerintem egyiket sem kellene. Akkor meg miért el, hogy ezt a rohadt sárga csillagot viseljem? Semmi. Már szinte a számom volt, hogy így szóljak, ne törődjön vele. Az én szememben mit sem jelent mindez. Én nem vettem meg a fajtája miatt. És nem pontosan tudom mi okból, de most először történt velem, hogy olyasmit éreztem, ami azt hiszem csak ugyan egy kis a szégyenkezéshez hasonlított. Na. Hamisan csengenek ezeknek a gyerekszínészeknek a szavai, az az én nagy bajom, megmondom őszintén. Fagarasként koppannak a padlón. Igen, és nem, megmondom őszintén, hogy szerintem még ez a Nagy Marcell, aki a főhős Köves Gyurit játsza, még ő a legjobb az egészben. Hanem olyan nagyszerű színészek szerepelnek botrányosan rosszul ebben a filmben. Tehát, hogy itt a Harkányi Endre, meg a Bán János, meg a... Hauman Péter. Igen, igen, és nem tudom, tehát, hogy mi a magyar filmnek ez a súlyos, gyógyíthatatlannak tűnő beteg. Amiért hazudnak a jelenetek, és nem, tehát nem hiszek neki, az alaphelyzetben nem hiszek neki. Szőke kóla. Igen. Olyan ez is. Igen. De ez az, hogy a Szürke Kóla mennyire egy más film, mint ez, és mégis mennyire ugyanaz. Ugyanaz. Mert beteg, mert hazug, magyar. Hazug. Nem azért, mert magyar, de ezt azért, nem mondjad. De ma már a magyar filmek mind ilyenek, hát kivétel nélkül jóformán mind ilyenek. Hát a Bereményi Géza jóformán ma már az egyetlen rendező, aki meg tudott rendezni, de már a Hídember az már tőle is pocsék. Így van. Tehát, hogy mi ez? Mi ez a magyar betegség? Nem dolgoztunk föl semmit. Én láttam nagyon-nagyon kiváló román és szlovák filmeket, egészen megdöbbentő mélységűeket, érted? A Ceausescu időszak után pár évvel, vagy egy évtizeddel, érted? Nagyon jó filmeket csináltak Romániába. Érted? Szlovákoknál, más volt szocialista országban. Szerintem összefügg azzal, hogy ez az ország és ez a társadalom mérhetetlen hazugságba ért az egész 20. században a nagy magyar mítoszoktól kezdve egy halom a szocializmuson, hát egy halom dolog, amit nem a legvidámabb barak, még csak a Kádár korszakban már nem szenvedtük meg azt a fajta szocializmust, jó, mi? Ami... Bár, értem, miről beszélsz. És nem, itt van az egyetlen ország, ahol a 3x3-as aktákat nem hozták nyilvánosságra, és az érted? Értem, nem dolgoztuk szóval fel, nem dolgoztuk volna, föl, de, és ez a hazugság mindenre ráülepedik. Elég lett volna, ha egyetlen egy rendező földolgozza. Nincs egy ember ebben az országban, akit kamera mögé engednek, vagy kamera közelébe engednek, és már földolgozta ezt. Majd Puzsér Robert. Na, vigyázva ezekkel a szavakkal. Ilyen mondatok hangzanak el a filmben, hogy homokos a szivar, nem vitás. Tehát, hogy ez mennyire élő, mennyire életszerű, mennyire a hétköznapokra emlékeztető mondat ez például. Mi a 30-as években nem beszélhettek így? Nem, sosem beszélhettek így. Sosem, soha. Szerintem az az igazság. És van egy olyan pillanat, vagy a 40-es, bocsánat. Van egy olyan pillanat, ami tényleg megengedhetetlen, és szinte csak Böhm úr követte el a szomszédokban, hogy belenéz a kamerába. Hát ez ha van a filmezésnek alapszabálya, akkor az, hogy ha nem vagy narrátor, ne nézz a kamerába. És a Köves Gyuri ebben a filmben belenéz a kamerába. Tehát konkrétan van egy olyan jelenet, ahol megvilágítják szépen hátulról, és ő azokkal a
a szomorú szemeivel belenéz a kamerába, hogy jaj, jaj, de szörnyű, és ahogy ott szemlélődik, egyébként ezt a tekintetet, ezt megtanította neki a Koltai, tehát ez tényleg, uh-huh. ez el van találva, de azt kell, hogy mondjam, szakmailag hogy még a, korrekt. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy még a Nagy Marcellel van a legkevesebb gond a filmben, mert tényleg jól tudja ezt a nézést, mondjuk máshogy nem tud nézni, gondolom meg is volt tiltva neki, hogy máshogy uh-huh. nézzen, így tud nézni, ezt valahogy megcsinálta, itt van néhány SMS. Fábri 5. pecsét, fantasztikus, írja Marianna, hát ez így van. Persze, kedvenc filmünk, beszéltünk róla, de hát ugye az nem holokauszt film, más a téma. Nyilván sok, de igen. Nem arról szól, igen. A pizsamás fiúba már csak egy kutya kellett volna, akit elgázosítanak, írja az SMS író. Hát. Vagy egy delfin, teszem hozzá. Mert hogy az még egy megható. Igen, nem, hát nyilván kutya, delfin és majom a családban, ezek azok a dolgok, amelyek kellenek Hollywoodba ahhoz, hogy a egyszeri tévénéző sírjon, ríjon, és a holokauszt is ilyen szomorúan tesszük hozzá. Borzasztó. Borzasztó, de igaz. Robi, szeretünk, írja az SMS író, ez nem borzasztó, mégis igaz. Hát te meg honnan jössz? Pestről. Pesti srác vagy. Megvan még a körút? Jár még a 6-os villamos? Hát a Ne felejts utca. Arra már rég jártam. Én is. Már 4 éve. Pedig ott lakom. De fogom én még a pesti flasztert taposni. Aha. És hogy keveredtél ide? Leszedtek az autóbuszról. Mi az, hogy leszedtek? Hát leszedtek. Rendőr. Rendőr? És aztán egyenesen idehoztad? Hát persze. Azt se tudja, mi van otthon. Először is tegezhetsz. Citrombandi vagyok. Másodszor megmondtam már, hogy 4 évig Ukrajnában voltam munkaszolgálaton. Nem mondtad. Hát akkor most mondom. És mit csináltál ott? Aknát szedtem, mint a többi biboldó. És az hogy kell? Ha lesz sok időnk, megtanítalak. Egy ásó kell hozzá, meg egy szál drót. Ma meg szerencse. De abból sok. Vannak a filmnek erényei, amiket azért el kell mondani. Túl azon, hogy nem egy kifejezetten. Például Citrombandi? Citrombandi még viszonylag jó a film. De most komolyan mondom, ez a Dimény Áron, ez még jól adja elő magát. Uh-huh. Ezt komolyan mondom. Tehát, hogy ez a Citrombandi, ez még jól adja elő. Ami erős, az a Morricone-nak a zenéje, meg minden olyan jelenet erős tud lenni, ahol nem nyitják ki a szájukat a szereplők. De ahogy kinyitják, vége a varázslatnak. Komolyan, tehát hogy megszólalnak magyarul, és elkezdik mondani a forgatókönyvbe írt szöveget, és vége, már látom a kamerát, már látom a világosítókat, már látom a hangosítókat, már látom az egész stábot, látom a rendezőt, látom, hogy ez egy hazugság, látom, hogy ez egy film. Tehát igen. Ez már nem valóság, szertefosztik az illúzió, ahogy kinyitják a szájukat. Ez az én bajom ezzel a filmmel, ez elsősorban. És a legkiválóbb színészek, mondom, a Bán János, hát én a Bán Jánosnak a rajongója vagyok. A Bán János egy kiváló színész. És ebben a filmben meg hazudik. Miért? Mi az oka ennek? Mi hiányzott ebből a filmből? Vagy mi történik? Mi történik a magyar filmvásznon? Mi ez a sötét rontás, ami rajtunk van? Ezt szeretném tudni. 0629986986. Segítsetek nekünk, kedves emberek, mi tanástalanok vagyunk. Miért van az, hogy itt van ez a Koltai Lajos, miért? Aki egy kiváló operatőr, és olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Szabó István, mint Giuseppe Tornatore. Ezek kiváló rendezők. Nem tudott ellesni tőlük ennyit? Még Vég Antal írta annak idején híres könyvét, ami aztán el is fogyott, sőt, még a könyvtárakból is ellopták, mert botránykönyvnek számított a 70-es években. Miért beteg a magyar futball? Hát akkor mi is föltesszük ezt a kérdést. Miért beteg a magyar film? És majd egyszer elkészítjük a Gyógyíthatatlan című adást. Tudom, hogy nem igazi holokauszt film, de mit gondoltok a Napfény ízéről? Én kedvelem a Napfény ízét, van benne egy holokauszt fél óra, és szintén Koltai Lajos volt az operatőre. Tehát Koltai Lajos kiváló filmeknek volt az operatőre. Ott van az Óceánjáró zongorista legendája, kiváló film. Igen. És a Koltai Lajos volt az operatőre, tehát végigcsinált kiváló filmeket, nem tudott ellesni ennyit. Vagy mi történt? Ezt sem értem. És miért most próbálkozik, és miért egy ilyen nehéz, szinte megfilmesíthetetlen regénnyel próbálkozik először, mint rendező? Ezek maradtak a kérdéseink, és mielőtt zárnánk az adásunkat, én azért szeretnék még két holokauszt filmre felhívni a figyelmet. Az egyik az a Hotel Ruanda, ami a ruandai népirtásról szól, mert azért a holokauszt nem csak a zsidóknak a kiirtását jelenti. A másik az pedig egy ha nagyon... Ha pedig csak azt jelenti a számotokra, akkor nem tanultatok az egészből egy semmit. Egy nagyon-nagyon kiváló film, Elem Klimov 1985-ös filmje, a Jöjj és Lásd, több mint 600 falut égettek föl, és írtottak ki a lakosságával együtt a németek Bielorussziába.
1943-ban, egyébként az egyik legkiválóbb háborús film is, Francis Ford Coppola Apokalipszis mostjához hasonlították, és azt mondták nyugati esztéták, illetve filmkritikusok, hogy az a különbség Coppola és Klimov között, hogy Klimov megérte a háborút, vagy láthatta a háborút. Osztályozzuk le a sorstalanságot. Nálad hányas ez a film? Hát, hú, 4-es? Hát én megmondom, hogy én is 4-est adnék rá, hogyha az Ennio Morricone-nak a zenéje, meg de az néhány mindig olyan zseniális, meg Morricone mindig fotó, jó. Hát igen. 5-ös. Én megkockáztatok adni rá egy 5-öst. Jó, legyen. Legyen 5-ös, és akkor ezzel elmondhatjuk, hogy ez a film mélységesen közepes, a szó igazi értelmében. Középszerű. Igen. Hát további kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek. És a jövő héten is itt leszünk veletek, úgyhogy készüljetek ránk. Addig is pedig merítsetek magatoknak erőt, és próbáljátok meg feldolgozni a magatok traumáit. Sziasztok! Sziasztok!